A magyar női ultramaraton legendás alakja, Makai Viktória 7-szer nyert magyar bajnokságot, 2015-ben az év ultrafutójának választották. Idén fél évvel 30 nap alatt futottak el Máriaceltől Csíksomlyóig, több mint 1300 kilométert megtéve. Ki hinné, hogy Viktória 10 évesen még az életéért küzdött. Vendégem Makai Viktória, ultrafutó és édesanyja Erdei Györgyné. Ágnes, ha megengedett. Köszönöm szépen. Köszöntünk mindenkit. Köszönjük, hogy ilyen korán bejöttetek ide hozzánk, és ugye ez olyan érdekes, amit itt ugye lehet róla tudni, hogy volt ez a komoly baleset 10 évesen, azt, hogy éppen pingpong edzésre mentél. Azt szerettem volna megtudni, hogy előtte volt ilyen nagyon aktív a sportéleted, vagy ez valahogy inkább utána alakult így? Hát átlag mozgékony gyerek voltam, átlag sportolásokkal, és az a pingpong edzés, amire éppen igyekeztem, az se volt, hogy mondjam, egy olyan kiugróan nívó sporttevékenység. A sport igazából rendszeresen a házasságunkkal köszöntött be az életünkbe. Mindig volt valami mellette, egy kis tánc, egy kis pingpong, egy kis ez, egy kis az, de körülbelül 10 éve kezdtünk a férjemmel rendszeresen futni, és közös sportként találtuk meg ezt, mint legrugalmasabb, legolcsóbb sporttevékenység annó. Ágnes, amikor Viktóriával ez a baleset történt, ezt hogyan élted meg? Hát ez, nem is tudom, milyen lett egy anyának, amikor fölhívják, hogy úristen, mi történt a gyerekével. Igen. Hát borzasztó volt. Borzasztó volt, de egy óvónéni, épp az óvónéni háza előtt gázolták, úgyhogy az óvónéni szaladt hozzám, én szinte a mentővel együtt érkeztem. Hálás vagyok máig is a mentősnek, mert a baleseti kórház nem akarta bevenni, mert nem volt ügyeletes kórház, de aztán végül is mégis bevették, mert erőszakos volt a mentős, hogy kirakja is. Nem megy tovább. De ezután a baleseti kórháznak, meg a jó Istennek rendkívül hálás vagyok, mert 90-ben olyan orvosok voltak ott, akik összerakták. Tehát szétment a mája, míg a májműtét először megcsinálták a lábát, utána megcsinálták a máját, aztán szétment a mája, az újra a lábát, tehát órákig tartott a műtét. Engem haza is küldtek éjjel egykor, ez délután 6 óra táj történt, hogy nincs mire várjak, mert nem tudják, meddig tart a műtét. Másnap, mikor érdeklődtem, mondták, hogy ha a májfunkció beindul, akkor élő gyerekem lesz, és 10 nap után érdeklődjem, hogy mi van addig. Intenzíven volt, hát imádságos időszakom volt, és hát csak egy élő gyereket akartam. Kaptam egy tortát habbal. Ez a lábsérülés, ez mennyire befolyásol, vagy teljesen rendbe jött, és semmi zavaró tényező már nincs abban, hogy sportolni tudjál? Hát az túlzás, hogy teljesen rendbe jött, de hogy abszolút élhető. Szilánkosan tört akkor a combcsontom, és nyújtották. Tehát ott nyilván, ahogy anyu is elmondta, ott egy életben tartás volt a cél, és nem a combcsont illesztésének a precíziós munkáján volt a hangsúly. A csont nem úgy forrt össze, mint eredetileg, hanem egy ilyen 15%-os fordulattal, tehát ez érdekes, hogy pont a futó lépésnél, hogy mondjuk, hogyha úsznék, akkor valószínűleg ez a diffi, ez elhanyagolható lenne, és egyrészt egy kicsit túlnyújtották a csontot, tehát egy kicsit hosszabb a jobb lábam, és egy kicsit kifelé áll a törésponttól. Tehát ez, hogyha nem figyelek rá, meg eleinte ez okozott térdfájást, mert emiatt befeledől a jobb térdem, hogyha olyan automatikusan használom. Tehát ez kívánt némi tudatosságot, de ez élhető, és semmi hátrányt nem jelent. Én azt gondolom, persze élhető, az ember békésen sétálgat az utcán, végzi a dolgait, hozza gyerekeket az iskolába, óvodába, na de hát, hogy futni, na és nem is akármennyi, tehát azért ez a 30 nap Máriaceltől Csíksomlyóig, hát azért azt gondolom, hogy egy egészséges lábnak is, amelyik tökéletesen áll, és nem volt soha semmilyen baja, az még csak-csak, vagy annak is azért elképesztő kihívás. Semmilyen fájdalom nincs ilyenkor, amikor egy ilyen elképesztő teljesítmény alatt van? Hát balesetből adódóan nincs. Most itt a baleset, meg a 30 nap nagyon nagy kontraszt, de maga a futás azért nekünk 10 évben ez
a sok lépcsőfokot, ha láthatóvá tehetném, akkor az egész talán kicsit jobban átmenne. Tehát úgy voltunk, mint a láncdohányos, csak láncfutók voltunk, és ahhoz képest ez a 30 nap nekünk is meglepetés volt, mert ilyen mértékű sorozatterhelésben nem volt még részünk, de hogy a tapasztalat abszolút az volt, hogyha ezt otthon megcsináljuk edzésnek, lehet, hogy sérüléshez vezet, de egy olyan lelki élmény volt ez a családdal, át az úton, áttelepüléseken, hogy valószínűleg nagyon sok fizikai dolgot felülírt. Na, pont erre lettem volna kíváncsi, hogy hogyan lehetett ezt összehozni, de van két pici gyereketek. Hát gondolom, Ágnes, itt megint jött a feladat, hogy azokra a kis picikre kell vigyázni. Kísérték végig a szülőket? Igen, az én dolgom az volt, hogy a reggel 9 tájban megkapták az áldást a helyiségekbe, és indultak. 9-kor mi pedig autóba ültünk, és aki először játszóteret látott, az visított egy nagyot, hogy játszótér, megálltunk, játszótér. A déli ebéd után pedig alvás. Hogyha nagyon klassz volt a szállás, akkor a gyerekekbe kívánkoztak, hogy csili-vili, de volt Esztergomba Árcsika, egy cipőpolcot nézett ki a szálláson, és abba bújt bele, ott aludt, úgyhogy vagy csili-vili, vagy valami más, hanem pedig nagy élmény volt nekik a lakóbuszban való alvás. Hát amerre jártunk, ott gyerekek fotózkodtak a lakóbusszal, tehát azért az vonzó. Milyen szervezést kívánt ez? Hol tudtatok, hogyan volt kitalálva, hogy hány kilométert fogtok megtenni, hogy hol fogtok megszállni, hogy mikor eztek, mikor kaptok frissítőt? Ez hogyan kellett felépíteni? Bocsánat, egy szervezett eseménybe voltunk meghívva, tehát ezt a Mária Maraton futózarándoklatot, ezt tavaly rendezték meg először, idén második alkalommal, és mi ebbe az eseménybe, mint meghívottak, vettünk részt, és a Mária út Egyesület segített nekünk azzal, hogy mi úgy tudtuk ezt elvállalni, hogyha a család velünk tart, mert nagyon kedves invitálás volt, hogy mint ultramaratoni futó esetleg mennék-e, de hát azért, hogyha az ember dolgozik, anya, családja van, akkor nem könnyen kiszakítható 30 napra. Ha csak egy olyan esemény nem indokolja, hogy egy zarándoklás gyógyírt jelentene, de hogy itt nem elsősorban erről volt szó. Mennyi idősek a gyerekek? 3,5 és 6,5 évesek. Ez azt jelenti, hogy te azért már esetleg így dolgozol is talán mellette, de a férjed egészen biztos. Igen. Hogyan tud valaki kiszakadni így 30 napra a munkájából? Hát ezt lehet, hogy a főnökeitől kéne megkérdezni, de nehezen. Nehezen. Tehát, hogy előtte fél évvel megkérdezte, hogy tervezhető-e, hogy tömbösíti a szabadságait, szükség van-e arra, hogy fizetés nélküli szabadságot vegyen ki. Tehát azért ezt megelőzte egy tervezés, és mikor feltételesen rábólintottak, akkor mondtunk mi is erre igent erre az utazásra. Mennyire volt fárasztó? Mennyire érzed azt, hogy igen, ez egy nagy kihívás volt, vagy belefér az összes többi közé? Hát ez így azért nagyképűen hangzana, egy életélmény volt, és másodszorban egy sportteljesítmény. Tehát ez egy, azzal együtt, hogy ez a 30 nap olyan soknak tűnik, az egészet egy életszakaszként tudnám megjelölni, amit egy áramlatba töltöttünk el. Tehát minden fáradtságot felülírt az élmény, amiben részünk volt. Köszönöm szépen, és azt is, hogy ezt így elmesélted nekünk, és hát Ágnesnek is köszönöm szépen, hiszen azért bőven részese volt ennek a hatalmas kihívásnak. Köszönöm szépen. Örülünk, hogy itt lehettünk. Köszönjük.